Sziasztok, 12-esek, és üdvözlök minden YouTube felhasználót. A mai alkalommal elkezdenénk a ezredfordulós egyetemes és magyar történetét. Méghozzá a mai alkalommal, és ebben a feltöltésben az Európai Unió történetéről, intézményeiről, előnyeiről, hátrányairól szeretnék mesélni. A történetet onnan kezdeném, itt a történeti átfutásában az Európai Uniónak, hogy maga az, hogy Európában egy nagyobb politikai egység alakuljon ki, ez már több száz éve foglalkoztatta az embereket, a politikusokat. A 20. század elején kezdtek realizálódni dolgok, például amikor a francia külügyminiszter Aristide Briand beterjesztette a páneurópai tervezetét az akkori népszövetségbe a két világháború között. Ez volt az első olyan kísérlet, amikor már a tettek mezeire próbált valaki lépni itt egy nagyobb európai egység érdekében. De valahol ezt az európai egységet próbálta megteremteni a 20. század két nagy világháborújának borzalma is, amelyben Németország erővel kívánta megtenni ezt a Mittel-Európa megteremtését. Majd a második világháború után, ugye abban a hidegháborús környezetben, ami kialakult, hogy Európa felére vasfüggöny ereszkedett le, és a világ megosztottá vált a kommunista, illetve a szabad nyugati világ között, ez azt vetítette előre, hogy hát itt európai egységről még hosszú ideig nem lehet majd beszélni. Viszont a Európa nyugati felében, tehát szabad nyugati felében azért mégiscsak beindult valamilyenféle kohézió, valamilyenféle egységesedési folyamat, és ez mindjárt a II. Világháború után 1947-ben a Marshall csomag vette kezdetét. Ugye a Marshall csomag volt az a visszanemtérítendő körülbelül 10 milliárd dollárnyi tőkeinjekció Európa, Nyugat-Európa számára, amit végül csak Nyugat-Európa fogadott el, ami elindította a fejlődésen Nyugat-Európát, és elindította a nyugat-európai országok kooperációját. Hiszen ennek a Marshall csomagnak a szétosztására össze kellett ülnie a nyugat-európai országoknak, és ez tulajdonképpen már az első kooperáció volt, hogy ezt a Marshall csomagot hogyan osszák szét. Aztán ez a kooperáció tovább folytatódott szépen lassan, amikor az 1951-ben ugye a Montán Unióval megjelenik Franciaország és a NSZK között egy kétoldalú egyezség a szén és acéltermeléssel kapcsolatosan, amely már nemzetközivé tette és nemzetek felé emelte a gazdasági kooperációt. És ez majd akkor záródik be, vagy akkor, hát nem záródik be, de tetőződik, amikor 1957-ben a római jegyzékkel már 6 ország gazdasági kooperációja következik be piaci alapon. Ugye az NSZK Franciaország, a Benelux államok, tehát Belgium, Hollandia és Luxemburg, illetve Olaszország. Ez a 6 ország alkott egy gazdasági kooperációt, és most már nem csak a szén és acéltermelés tekintetében, hanem minden gazdasági ágazatban, minden gazdasági szektorban bekövetkezik ez az együttműködés. Tulajdonképpen ez tekinthető a mai Európai Uniónak az előzményeként. Az első szervezeti kooperáció gazdasági téren ezzel a 6 országgal veszi kezdetét. Aztán később ez a gazdasági egységhez hozzá csatlakozik 1973-ban Anglia, Dánia és Írország. Azért csak ekkor, mert Franciaországban ugye Charles de Gaulle alatt de Gaulle ellenezte Angliának a közös piacba való belépését, mert azt hitte, hogy ez nagyon-nagyon Anglia központúvá tenné Nyugat-Európát. Viszont amikor de Gaulle meghalt, és a gaullista grandeur vonulata Franciaországnak megszűnik, akkor 73-ban 3 taggal bővülhetett ez a gazdasági közösség, Európai Gazdasági Közösség, vagy más néven közös piac.
És 1981-ben csatlakozik Görögország, és 1986-ban pedig Spanyolország és Portugália. És amikor elérkezünk a hidegháború végéhez, 1990-hez, akkor tulajdonképpen ez a 12 ország alkotta azt a gazdasági együttműködést, amiből tovább lehetne majd lépni a későbbiekben. Ezért van az Európai Unió kék lobogóján 12 csillag körben, ami ennek a 12 alapító közös piaci országnak a részvételét jelentette. A bővítésről még beszélek, aztán visszatérek ide a rendszerváltáshoz. Ugye 1995-ben újabb három taggal bővül az Európai Unió, Ausztria, Finnország és Svédország. Aztán 2004-ben történik egy óriási bővítése az Európai Uniónak, amikor mindjárt 10 tagot vesznek be, a 15-ök. Ugye az egykori szocialista tömbből Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Málta és Ciprus csatlakozik, tehát ezzel a 10-zel összesen 25 főre bővül az Európai Unió, és még 2007-ben csatlakozott Románia és Bulgária, ezzel lettünk 27-en, és 2013-ban pedig Horvátország, ő a 28. tag. Viszont sajnos 2019-20 körül bizonyára tudjátok, hogy Anglia kilépésével, a Brexittel egy tagot veszített az Európai Unió, tehát megint 27-en leszünk majd. Na most visszatérve a rendszerváltáshoz, a rendszerváltás az egy nagyon-nagyon fontos lépés volt az Európai Unió életében, mert az addigi gazdaságilag együttműködő 12 ország átgondolta a dolgokat, és arra a következtetésre jutott, hogy itt már nem csak gazdaságilag kellene kooperálni egymással, hanem két nagyon fontos dolgot agyaltak ki. Az egyik az, hogy tovább lehetne bővíteni ezt az Európai Uniót, és most már valóban Európai Unióvá válva az egykori szocialista országok, tehát Közép-Kelet-Európa felé is lehetne bővíteni az Európai Uniót, vagy legalábbis ugye az együttműködést. A másik pedig, hogy elgondolkodtak azon, hogy már nem csak gazdasági szintéren, hanem politikai szintére kellene vinni, egy sokkal magasabb kooperációba kellene kapcsolnia itt a 12-eknek. És ez lesz majd 1992-ben, amikor aláírják a Maastrichti egyezményt, és ekkor alakul meg hivatalosan az Európai Unió. Tehát ez a két dolog volt nagyon-nagyon fontos, hogy további bővítés lehessen, akár az egykori szocialista Közép-Kelet-Európa felé, másik pedig, hogy politikai szintére emelni az egész együttműködést. Na most, mit jelentett az, hogy politikai szintére vinni az együttműködést? Tehát az, amikor már nem csak gazdaságilag kooperálnak egymással az országok, hanem megjelentek olyan fogalmak, például, hogy Európai Uniós állampolgár. Tehát az, amikor valaki mondjuk Magyarország esetében, aki 2004-ben csatlakozott, már nem csak magyar állampolgárok vagyunk, hanem Európai Uniós állampolgárok, ez a státusz nagyobb mozgásteret ad az állampolgár számára, hiszen egyetlen személy igazolvánnyal egészen Írországig lehet elmenni úgy az embernek, hogy a kutya nem szól hozzá. Természetesen szabaddá vált az, ahogy politikai szintére lépett az Európai Unió, szabaddá vált nem csak a személyeknek a mozgása, hanem a tőke, a munkaerő, az áruknak a szabad áramlása megvalósulhatott az Európai Unión belül, ami, mint mondtam, óriási mozgásteret adott az emberek számára. Megjelent olyan fogalom, hogy Schengeni határ. A Schengeni határ az azt jelentette, hogy az Európai Uniónak van egy valódi külső határa, viszont a belső határa nincsen. Tehát ahogy mondtam, a tőke, a munkaerő, az áruk szabad áramlása lehetővé vált az Európai Unióban. Vagy megjelent olyan fogalom például, hogy euró, mint fizetőeszköz. Tehát nagyon-nagyon sok ország, az Európai Unió túlnyomó része, akik gazdasági kritériumoknak megfelelnek, azok saját valutává, vagy saját fizetőeszközé tehették az eurót.
Na most az, hogy néhány ország, mint Anglia is megmaradt a fontnál, vagy ha jól emlékszem, a dánoknak, meg a svédeknek is megmaradt a maguk fizetőeszköze, mint ahogy Magyarországnak is a saját forintja, ez a saját nemzeti monetáris gazdaságban, vagy monetáris pénzpiacon, ugye ez nagyobb mozgásteret ad a nemzetállamnak, hogy a saját nemzeti valutája van, viszont az euró meg nagyon-nagyon stabil gazdasági háttért és alapot adhat egy adott országnak. Tehát vannak mind a kettőnek előnyei és hátránya is, de megjelentek ilyen fogalmak. Tehát, és természetesen a legnagyobb előrelépés, amikor politikai szintére emelkedett az Európai Uniónak az együttműködése, hogy egy kicsit kezdett hasonlítani egy ilyen szövetséges Egyesült Államoknak a létrehozásához kezd hasonlítani az Európai Unió, ami azt jelentette, hogy a benne lévő országok, mint szövetségi államok önállósággal rendelkeznek, de az egész összeáll egy egészé, és természetesen ennek az európai Egyesült Államoknak kialakultak azon politikai intézményei is, ami minden nemzetállamban bevett. Tehát ugyanúgy, ahogy a nemzetállamokban vannak hatalmi ágak, tehát törvényhozó, végrehajtó, bírói hatalom, ez ugyanúgy megvan az Európai Unión belül is. És akkor most szépen megnéznénk azt, hogy milyen fontos intézményei is vannak az Európai Uniónak. Az egyik legfontosabb intézménye az Európai Unió tanácsa. Az Európai Unió tanácsa az azt jelenti, hogy amikor bizonyos szakterületen összeülnek az Európai Unió vezetői, elsősorban mondjuk, mit tudom én, ha van egy pénzügyi válság, vagy van egy költségvetési folyamat, amit el kellene fogadtatni az Európai Unióban, akkor, akkor ott minden tagország a maga szakminiszterét, mondjuk pénzügyminiszterét elküldi ebbe az Európai Unió tanácsába, és csak a pénzügyminiszterek, mind a 28 vagy 27 pénzügyminiszter eldönti, hogy az adott pénzügyi kérdést hogyan reagálják le. Vagy van ilyen fontos intézmény, ami megfeleltethető mondjuk az Európai Unió államfőjének, ez az Európai Tanács, vagy Európa Tanács pontosabban. Az Európai Tanács az azt jelenti, hogy fél évente minden tagország államfője és miniszterelnöke összeül, és tulajdonképpen itt döntik el, hogy milyen irányba haladjon az Európai Unió. Tehát minden fontos kardinális kérdést itt döntenek el. Vagy fontos hatalmi ága az Európai Uniónak az úgynevezett Európai Parlament. Ugye ez rendszerint Strasbourgban ülésezik, és az Európai Parlament az alapvetően nem is annyira jogalkotással foglalkozik, tehát nem a törvények megalkotása a fontos feladata az Európai Parlamentnek, hanem az, hogy a megszületett jogszabályokat valamilyen módon ellenőrzik, ajánlásokat tehetnek a különböző jogszabályok megalkotásához, de maga szervezeti működését tekintve tényleg úgy működik, mint egy nemzeti parlament, ami körülbelül, ha jól emlékszem, 750 tagú az Európai Parlament, és minden ország lakosság létszámának megfelelően delegál, az összlakossághoz viszonyítva, lakosság létszámának megfelelően delegál tagokat az Európai Parlamentben. Ez azt jelenti, hogy a körülbelül 400 milliós Európai Unióban Magyarország a maga 10 millió főjével arra jogosult, hogy ha jól emlékszem, most 24 tagú delegátus küldjön ki, vagy képviselőket küldjön ki az Európai Parlamentben. Na most érdekesség az, hogy ahogy bővül az Európai Unió, a parlament létszáma nem növekedik, hanem logikus, hogy a különböző országok kisebb és kisebb arányban küldenek képviselőket. Tehát ettől a létszámtól több képviselőt nem fogunk tudni már küldeni az Európai Parlamentben, de ha jól emlékszem, most 24 tagot küldünk közvetlenül megválasztva, tehát ilyenkor minden országban tartanak európai parlamenti választásokat, és erre a bizonyos kvótára minden ország
képviselőket küld. Na most ennek megfelelően, amikor a képviselők megjelennek a Strasbourgi parlamentben, akkor frakciót választanak, tehát nem nemzeti képviseletként jelennek meg ezek a képviselők, tehát nem saját országukért küzdenek, hanem frakciót választanak, és ezekbe a frakciókba beülnek. Tehát ugye két nagy frakció van, a néppárti frakció, ahol elsősorban a jobboldali pártok lépnek be, a baloldali frakció pedig ugye a szocialisták és a szociáldemokratáknak a frakciója, oda meg a baloldal ül be, és különböző európai kérdésekben döntenek is, és veszekednek egymással itt a képviselők. Különösen egyébként az Európai Parlamentnek a költségvetés, a 7 évenkénti költségvetés elfogadásánál van nagyon-nagyon-nagyon súlyos szerepe és súlyos feladatköre. A másik hatalmi ág, ugye ha van törvényhozó, van végrehajtó hatalma is az Európai Uniónak, ezt úgy nevezzük, hogy Európai Bizottság. Ez Brüsszelben ülésezik, és az Európai Bizottság, hogy igazságos legyen az Európai Unión belül, és senki ne legyen kihagyva, ez úgy néz ki, hogy ugye mivel 27-28 tagja van az Európai Uniónak, 27-28 miniszteri tárcát hoznak létre az Európai Bizottságban, és mindenki kap egy területet. Mindenki kap egy területet, ezzel alakul ki az Európai Bizottság. Na most... tulajdonképpen hát úgy kellene működni ennek az Európai Bizottságnak, mint egy nemzeti kormánynak. Irányítania kellene az Európai Uniót, de az a baj, hogy az Európai Bizottság a végrehajtás tekintetében csak ajánlásokat tehet a különböző országok felé, mert hogyha valóban irányítanák az adott országokat, akkor az adott országoknak a szuverenitása megszűnne. És tulajdonképpen nagyon szimbolikus lenne, hogy egy ország, sokkal inkább egy ilyen Európai Unió, mint egy birodalom jelenne meg ebben a pillanatban. Tehát ahhoz, hogy a különböző tagországoknak a szuverenitása megmaradjon, az Európai Bizottság csak ajánlásokat tehet. Tehát vagy végrehajtja az adott ország, vagy nem. Na most hogyan tudja kikényszeríteni az Európai Bizottság, hogy a különböző jogszabályokat, Európai Uniós jogszabályokat, nemzetközi szerződéseket figyelembe vegye az adott tagország, úgy tudja ezt kiharcolni az Európai Bizottság, hogy az adott országot, hogyha nem teljesít, akkor kötelezettségszegési eljárást indíthatnak el az adott ország ellen. Ez különböző mértékben minden ország ellen van kötelezettségszegési eljárás. Persze az nem jó, hogyha ezeknek a száma folyamatosan nő, és kötelezettségszegési eljárások között is vannak különbségek, mert például az ellen, azzal szemben kötelezettségszegési eljárást indíthatnak egy országgal szembe, hogyha mondjuk van egy olyan gazdasági szerződés, hogy minden országban az Európai Unión belül csak olyan uborkát lehet befőttes üvegbe tenni, ami legalább 7 centi. És hogyha valaki kisebb uborkával rendelkező befőttel kereskedik, akkor kötelezettségszegési eljárás indul az ilyen tagország ellen. Tehát ilyen esetekben is el lehet indítani ilyen kötelezettségszegési eljárás. Természetesen ezek nem olyan súlyosak. Sokkal súlyosabbak abban az esetben a kötelezettségszegési eljárások, amikor egy adott országban mondjuk a politikai rendszer alkotmányos jellege és demokratikus jellege súlyosan sérül. Ott abban az esetben a kötelezettségszegési eljárás súlyosabb következményekkel járhat. Tehát itt azért különbséget kell tenni, hogy egy ország majdhogy nem diktatúraként működik, vagy az, hogy a kereskedett befőttben az uborka 7 centi, vagy nem 7 centi. Tehát itt azért van különbség a kettő között. Viszont következményeként az Európai, tehát az Európai Bizottság azzal tudja idézőjelben sakban tartani az adott országot, hogy akkor a kötelezettségszegési eljárásoknak megfelelően visszatartja a kohéziós alapból való kifizetéseket. Ugye ez a kohéziós alap, ez azt jelenti, hogy minden ország beletesz ebbe a közös pénztárcába, és hát ebből a közös pénztárcából mindenki kap az Európai Uniótól pénzt. Na most, hogyha egy országgal túl sok a baj, túl sok a kötelezettségszegési eljárás, akkor sajnos visszatarthatja ezeket a pénzeket az Európai Bizottság.
A Brüsszelben szerveződő Európai Bizottságon kívül van egy harmadik hatalmi ága is az Európai Uniónak, ez pedig az Európai Bíróság. Ez Luxemburgban ülésezik, hogyha valamilyen tagországoknak van valamilyenféle peres ügye egymással, akkor itt az Európai Unió bíróságánál Luxemburgban lehet ez ellen peres ügyeket indítani. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy, mint egy adott országban, az Európai Uniónak is megvannak a különböző hatalmi ágai. Na most nézzük már meg azt így a feltöltés vége felé, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az Európai Uniónak. Na most először beszélnék mindenképpen az előnyéről. Az előnye, különösen Magyarország szempontjából, hogy egy biztos felvevő piac az Európai Unió, tehát az azt jelenti, hogy amit Magyarország termel évente, annak 80%-át az Európai Unió átveszi. Tehát egy halálbiztos piac az Európai Unió, viszont ennek hátránya, hogy a maradék 20%-ot viszont nem vihetjük az Európai Unió piacára, hanem, mert ugye arra már nem kaptunk kvótát, hanem ki kell vinni az Európai Unión kívül, és valahol máshol kell eladnunk a havon feleslegünk. Tehát ez egyszerre jelent jót, meg egyszerre rosszat is, hogy van egy közös piaca az Európai Uniónak. Mert logikus, hogy Magyarország hiába termel mondjuk, mit tudom én, 5 millió tonna gabonát, hogyha az Európai Unió csak 3 millió tonnát vesz át, akkor, mert ugye oda kell engedni a spanyol gabonát, a lengyel gabonát a közös Európai Uniós piacra, akkor természetes, hogy a felesleget valahol máshova kell eladnunk. Előnye az Európai Uniónak, hogy a kohéziós alapból, amit az előbb említettem, hogy mindenki betesz bizonyos mennyiségű pénzt, abból a felzárkóztatás miatt Magyarország egyelőre többet kap vissza, mint amennyit belerak. Ugye, amikor az Európai Uniót létrehozták 92-ben, akkor ez egy fontos cél is volt, hogy valahol az újonnan csatlakozó szegényebb országoknak a felzárkóztatását valahol Nyugat-Európa fizette meg. Lehet egyébként, hogy Angliának a maga Brexitjéhez és kilépéséhez pont ez vezetett, hogy Anglia belefáradt abba, hogy ő többet tesz bele ebbe a kohéziós alapba, mint amennyit vissza tud kapni ebből. De kétségtelen, hogy a fejlett országoknak, Franciaországnak, Németországnak kell valahol megfizetnie az Európai Uniós átlag alatti országoknak a felzárkóztatását, és Magyarországnak ez létfontosságú, hogy meg hát milyen jó volt az, hogy egy olyan társaságnak vagyunk a tagjai, amely közös pénztárcába kevesebbet teszünk bele, mint amennyit kiveszünk. Tehát ez már magától értetődik, hogy Magyarországnak emiatt benne kell lennie, és óriási előnye, hogy itt van ez az Európai Unió. Hátránya az Európai Uniónak. Egyrészt az, hogy túlságosan bürokratikus. Tehát itt azért bele kell gondolni, hogy oké, hogy számítástechnika, meg informatika, digitalizáció, de itt azért rengeteg. Itt azért közel 400 millió vagy 300 millió polgár tartozik bele ebbe az Európai Unióba. Ez adminisztráció szempontjából egy óriási feladat. Gondoljunk bele, hogy Brüsszel maga, ami az Európai Unió központja, tehát az Európai Unió bizottsága is ott tartózkodik, az európai tanácsi üléseket is, hát azt mondjuk nem, de az Európai Unió tanácsát azt ott szokták tartani, sőt, nagyon gyakran Strasbourg helyett Brüsszelben ülésezik az Európai Parlament is. Tehát ebben az esetben ugye csak Brüsszelnek az élete felfordul, hogy az európai dolgok ott történnek. Hátrányok, hogy ugye az előbb említettem, hogy a kötelezettségszegési eljárással és a kohéziós pénzeknek a visszatartásával Brüsszel nagyon-nagyon tudja zsarolni az adott tagországokat, és ugye itt nagyon-nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy most az adott ország valóban független, vagy pedig nem független, mert ugye Brüsszel nyomásának engedni kell. Tehát itt nagyon-nagyon érzékeny a határvonal, hogy meddig mehet el Brüsszel, és mi az, amit még szuverenitásából meg tud tartani egy adott ország.
Na most ennek megfelelően óriási hátrány ebből a szempontból, hogy most ennek az Európai Uniónak a jövője az valóban egy Európai Egyesült Államok lenne, ahol szépen lassan felszámolódnak a tagországok szuverenitásai, vagy pedig egy adott tagország tartsa meg a maga szuverenitását, váljon ki az Európai Unióból, és akkor el lehet mondani, hogy valóban független tud maradni, és meg tudja tartani nemzeti identitását. Úgy például, mint Svájc, ami nem része az Európai Uniónak, mégis mint független állam azért függetlenséget sokkal jobban meg tudja jeleníteni. Na most a tankönyvetek 142. oldalán van egy ilyen karikatúra, ahol pont ez a kettősség jelenik meg egy kétfejű bikán keresztül, hogy ez a irányvonala egy adott nemzetállamnak vagy az Európai Unió felé, vagy pedig a független nemzetállamok felé haladjon egy adott ország, ez egy óriási dilemma. És ugye itt nagyon-nagyon korlátozott szuverenitás áll fenn, hogy most része legyünk ennek a nagy közösségnek, viszont akkor lemondunk identitásunkból, vagy pedig inkább függetlenedjünk és szakadjunk el ettől a globalizált egésztől. Na most az Európai Unióban azért valahol a kettő között maradva azért az a szép, hogy az Európai Unió egyelőre most még arról szól, hogy mindenki viszi bele a maga kis sajátosságát, a maga kis identitását. És ettől sokszínű ez az Európai Unió. Az régen baj, hogyha abba az irányba kíván fejlődni az Európai Unió, ami egy európai birodalom már szervezi meg a térséget, és a szuverén tagországok önállósága szépen lassan leépül. Jó, hát itt vannak az előnyök és hátrányok ennek az Európai Uniónak. Remélem hasznos volt ez a feltöltés, használjátok, sziasztok!